Köszönöm szépen. Daphne Caruana Galiziának azért kellett meghalnia, nehogy leleplezze, hogy Máltán a korrupció és a hatalmi összefonódás olyan mértéket öltött, amely a kormányzat legmagasabb szintjeit érik most már. Halálával azonban mégis indirekt módon sikerült elindítania és rávilágítania egy rendszer szintű problémára, illetve arra, hogy tényleg most már a politikai kormányzás legmagasabb szintjeit is érinti. Már a világossá vált, hogy a kormányzat legmagasabb szintjéről avatkoztak be Galizia gyilkosságának nyomozásába, valamint abban is, hogy a máltai bűnöző hatóságok nem működtek megfelelően a korrupcióval és a pénzmosással kapcsolatos ügyekben. Ez nagyon komoly jogállamisági problémákat vet fel. Üdvözlöm, hogy Reinders biztos úr levélben fordult a máltai kormányzathoz az igazságügyi reform felgyorsítása érdekében. Mindazonáltal arra kérném a bizottságot, hogy ezt a reformfolyamatot végigkövesse figyelemmel, és emelje fel a hangját minden egyes rendszer szintű kérdés és hiba kapcsán, legyen bátrabb és egyértelműbb, mint elődjei voltak. Illetve azt szeretném kérni magyar és európai állampolgárként is, hogy ne engedhessük meg azt, hogy bármelyik tagállam kormánya kegyve szerint értelmezhesse a jogállamisági kérdéseket. Ez közös európai érdekünk, hogy mindannyian odafigyeljünk ezekre. Akár legyen szó Magyarországról, akár Lengyelországról, akár Máltáról, ez nem tagállami belső magánügy, ez közös európai ügyünk.